Szoszi. Na mi van? Nagyon sok magyar bajnoki érmet hoztunk akkor, akit a legfőképpen kiemelnék, Darányi Zsoltot ifjúságiba, aki tavaly is megnyerte igaz az ifjúsági magyar bajnokságot és elhozta a legjobb ökölvívót. Hát 2013-ban ezt újra megismételte és felnőtt válogatott lett. És azt hozzá kell tennem, hogy ő már a felnőtt válogatottaként volt idén Kubában az edzőtáborban. Most megyünk vele a nemzetközi Bocska István emlékversenyre, és reméljük ott is, hogy csak arany, mert ő csak aranyére megkér, szeret utazni, és reméljük, hogy ez össze fog jönni. Célok? Hát most például a legnagyobb cél ugye, hogy a Darányi úr megy, bekerült a felnőtt válogatottba, EB-n, VB-n részt legyen, és a 2016-os olimpián már szerepeljen. Én erről még nem szeretnék beszélni, meg ilyesmi, mert már pofátlanság lenne. Nem. Szerepeljen jól, és boxoljon úgy, ahogy kell. Annak meg lesz a gyümölcse, én úgy érzem. Amit el akarok kérni most, a legelső, most jön a Bocskai, az most lesz egy hét múlva, azt meg akarom nyerni, mert meg akarom mutatni magam, hogy mutatni mindenkinek, hogy mire vagyok képes csinálni, és hogy mit tudok elérni, és ez nekem ez nagyon fontos, mert ez lesz első, hogy a magyar bajnokokkal, meg Kanadával mégsem nem voltam, boxolok más országokkal, és ez nagyon fontos lesz nekem, de ezután jön a Európa bajnokság, azt meg akarom nyerni, a világbajnokságot, a olimpia, az már 11 korom óta olimpiát már mondom, hogy meg fogom nyerni, és azután, amikor megnyerem az olimpiát 2016-ban, akkor gondolom, hogy profi leszek. Igazából azért jöttem le ide, ebbe az egyesületbe, hogy megvédjem magamat, és hogy több önfegyelmet kapjak. Hogyan tudod egyeztetni ezt az iskoláddal, tanulmányaiddal? Nem megy az iskola rovására? Nem, teljesen, sőt, még erőt is ad ez az egész, hogy itt vagyok. A szülő szempontjából azért tartom fontosnak, ugye az egészség szempontjából. Tehát itt megvan a mozgás, ez nagyon fontos. Az ökölvívás által nagyon fontos a mozgás. És nem csak a mozgás, hanem az agy is gyorsabban dolgozik, mozog. Tehát egy jó ökölvívónak fejbe is nagyon jónak kell lenni. És épp ezért a fiatalokra én szerintem ennél jobban nem is tudok elképzelni.